Jó estét kívánok, köszöntök mindenkit. Szeretném a következő percekben utaznánk egy kicsit. Utazás egy messzi, mégis rokon országba, egy modern fővárosba, Álvarától letisztult északi világába. Helsinki város 315 szigetek közül az egyik skanzenként működik, bemutatva egy kis népi Finnországot. Északról ezzel a hangulatos fahídon átérkezünk a fenyőfákkal borított sziklás Szeurasári szigetre. Az elmúlt 100 évben 78 faépítményt szállítottak ide Finnország különböző pontjairól, és helyeztek le a területen úgy, hogy ezek mára egy településé álltak össze. Az itt található emlékek méretükben és eredeti rendeltetésükben is igen változatosak, például a legnagyobb egy haramtorony, a legkisebb pedig élelmiszertárolására alkalmas házikó, ami évszázadokig nagyon jól funkcionált, például a medvék ellen. A megérkezés egyetlen lehetősége az észak-dél irányba kitűzött híd. Ennek a tengelynek a meghosszabbításával egy új útvonalat jelöltek ki a sziget belsejébe, és három épületet helyeztem ezen az ösvényen. Ezek az épületek kiszolgálják a skanzent, új, de mégsem helyidegen funkciókat hoznak ezáltal a szigetre. A híd felől megérkezünk a kétszintes, 72 méter hosszú és 7 méter széles fogadóépületbe, ahol információhoz juthatunk a skanzenről, majd a kiállítást megtekintve folytathatjuk az utunkat. A második épület egy műteremház, amely az Ádó Egyetem építészmérnöki karának új képzési helyszíne, ahol a hallgatók testközelbe kerülhetnek a finn faépítészethez. A harmadik elem pedig egy játszóház, melyben a gyerekek a fával, mint anyaggal ismerkedhetnek meg. Összegezve ezek az épületek a skanzenházakkal együtt lefedik a fa építészet különböző rétegeit. Valamennyi skanzen épület kőlábakon áll, megelőzve azt, hogy a talajban lévő nedvességet a fa magába szívja. A fogadó épület követi ezt az analógiát, azaz az alsó szinten minden vas beton szerkezetű, erre az épített sziklára támaszkodik a felső szint, amely minden elemében fából készült. Tehát anyag használatában igazodik a skanzen faházaihoz. Egy olyan szerkezetet terveztem, amely nem csak elegáns, hanem minden tekintetben korszerű is, a ház a természet részévé válik. Az alsó szinten egy védett mag foglalja magába az összes kiszolgáló funkciót. Ez a szint nagyon nyitott, a természet átfolyik a lábokon álló épület alatt. A monolit vasbeton felületek a sziklás terephez igazodnak, míg a felső szinten egy állandó kiállítás kap helyet. Ezen a szinten minden, az összes tartószerkezeti, külső-belső burkolat és bútori elem fából készült, amellyel a fenyves erdő hangulatát szerettem volna visszaadni. Összegezve tehát az alsó és a felső szint kontrasztban áll egymással, mégis a ház alapfeltétele az, hogy ez a két szint együtt működik, csak úgy, mint a természetben is nagyon sok szimbióta együtt élő kapcsolat fedezhető fel. A séttetők síkjai délre, míg a bevilágító ablakfelületek északra néznek, és ez a tüskés hátú ház gyakorlatilag visszaadja a fenyőerdők, a szikláknak a hangulatát és a skanzen épületek magas tetős sziluettjét. A megfelelő tájolás és tömegformálás lehetővé teszi azt, hogy a napenergiát, a csapadékvizet fel tudom használni, megoldható a természetes szellőzés, anyag használatában a ház innovatív és korszerű, míg megépítése és működése minimális terhelést jelent az élővilág számára. Ez az aktív ház kiszolgálja a szigetet energiával, amely fenntarthatóvá válik. A fa csontozatú, homogén módon kívülbelül puha fával bélelt épület, szilikált anyagú lábazati zónájával tükrözi le a helybeli gránitsziklák és fenyőrengetegek kettősét. Ez a felhőként lebegő tömeg először hívogat, majd megismertet, később pedig irányt mutatva visszatalálunk oda, ahonnan elindultunk az út végén. Szeretnék köszönetet mondani, és szeretném megköszönni Marosi Bálintnak a munkáját, aki építészkonzulensként végigkísérte az utamat, és a diplomavédés után neki megígértem, hogy lesz még közös projektünk, sajnos az élet közbeszólt, de Bálint ígérem azt, hogy mindaz, amit tőle tanultam, azt továbbra is végigkíséri majd az utamat. Köszönöm szépen! Thank you.